Az Erasmus Plus program népszerűsítéséről szólt az az információs nap, melyet a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán tartottak. Az esemény célja az volt, hogy növeljék a kiutazó hallgatók létszámát, hogy egy partnerintézménynél egy vagy két fél évet töltsenek a Békés Csabai karon tanuló diákok. Az általános ismertető mellett szó volt a pályázási folyamatról is. Az Erasmus program hihetetlen magabiztosságot nyújt a hallgatóknak. Önállósodás, nyelvtudás, tapasztalatszerzés terén kapcsolati tőkét tudnak kint megalapozni, hiszen azok a hallgatótársak, akikkel jelenleg ők majd kint együtt tanulnak, ezek később európai cégek közép, esetleg felsővezetői lesznek, tehát később a szakmai életútjuk során ez komoly előnyt jelenthet majd. Az eseményen egy volt diplomata tartott előadást a külföldön töltött éveiről. Itt azt ismerhették meg a hallgatók, hogyan lehet boldogulni egy másik országban, jelen esetben Finnországban. Összességében jól tudnak angolul remélhetően, tehát ez már hozzájárul a nyelvtudásukhoz. Azon kívül megismernek egy más kultúrát, egy nyitottságuk bővül, és olyan tapasztalatokkal térhetnek az, amelyeket itthon is remélhetőleg hasznosítani tudnak. Árpási Zoltán a gazdasági kar dékánja kiemelte, a növekvő hallgatói létszám eredménye, hogy egyre többen érdeklődnek a program iránt. Több előnye van annak, hogyha a diákok egy vagy két fél évet külföldön töltenek. Kint töltött fél év nem veszik el, és be tudjuk számítani majdnem teljesen, vagy adott esetben olyan helyre megy valaki teljes mértékben az itteni tanulmányaiban, mert tudatosan választja ott a kurzusokat. Ez az egyik előny. Én úgy gondolom, hogy talán ennél lehet azt mondani, hogy sokkal nagyobb előny az, hogy más emberként jönnek vissza. Tehát olyan magabiztosságot ad a biztos nyelvtudás, amit nem egy hallgatónkon látok, akik kimennek bátortanul, izgulva, adott esetben egy kicsit tartva, vagy félve a helyzettől, de mégis belevágnak, és szinte kivétel nélkül úgy jönnek vissza egy fél év után, hogy szeretnék még egy fél évre menni, mert van rá lehetőség, és bátorítunk is mindenkit, hogy menjen, de természetesen térjen haza, és aztán itt dolgozzon Békés megyében. Az esemény végén vetélkedőn vettek részt a hallgatók, mely során az utazási kedvet növelő bőröndöket nyerhettek.